Nem várható túltermelés és piaci zavarok a hazai gyümölcstermelésben, köszönhetően az elmúlt hetek fagyos hullámainak. A koronavírus járvány egyelőre csak azokra az ágazatokra hatott érzékenyen, amelyeknél az értékesítés már folyamatban van, mondta el televíziónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb alelnöke. A gyümölcstermesztés jelenleg olyan helyzetben van, hogy a szezon kezdetén állunk. Egyetlen gyümölcsfajból sincs még szüretelhető, értékesíthető, piacra vihető termék. Ennek okán értékesítési problémákkal, nehézségekkel nem kell megküzdenünk. Azok az ágazatok reagáltak nagyon érzékenyen, már nagyon rövid távon is a koronavírus járványra, ahol az értékesítés már zajlik, ahol már előállított, megtermelt termék van. Ilyen például a primör zöldségek köre, ahol egy-két hétig álltak fent nagyon komoly értékesítési zavarok, de ezen átmeneti időszak után helyreállt a primör zöldségek terén is a rend. Tehát a gyümölcstermesztés még olyan szempontból kedvezőbb helyzetben van, hogy egyelőre nincs megtermelt és piacra vihető termék, így nincsenek értékesítési zavarok sem. Az alelnök hozzátette, amíg van elérhető növényvédőszer, műtrágya, gázolaj és elegendő munkaerő, addig a gyümölcstermesztésben nem okoz jelentős fennakadásokat a koronavírus járvány, ezek tekintetében pedig még nem tapasztalható ellátási zavar. A gyümölcstermesztők sorsára pedig leginkább az elmúlt hetek fagyos hullámai lesznek majd nagyobb hatással, tette hozzá. Az előállított mennyiségre, ezáltal a piaci folyamatokra, a kereslet-kínálat egyensúlyára vélhetően a tavaszi fagyok nagyobb hatást fognak gyakorolni, mint maga a koronavírus. Én azt gondolom, hogy már a tavaszi fagyok okán az kijelenthető, hogy rekordtermést gyümölcsből nem fogunk szüretelni. Jó néhány gyümölcsfajnál még egy közepes normális termésben bízunk, de lesznek olyan gyümölcsfajok, amiben kifejezetten gyenge lesz az idei termés. Vagyis, ha nagyon leegyszerűsítjük a helyzetet, akkor a tavaszi fagyok bizonyosan megoldottak mindenféle túltermelési válságot, mindenféle piaci zavart. Én azt gondolom, hogy az a gyümölcs mennyiség, amint Magyarországon ebben az évben az idei 8-10 fagyos éjszaka után megtermelhető lesz, ezt le fogjuk tudni vezetni a piacainkon a járványügyi helyzet mellett is. Jelenleg lehetetlen megbecsülni, hogy a piac és az árak hogyan fognak alakulni, tette hozzá Apáti Ferenc, ennek pedig a járványhelyzet folyamatos változása és a május közepéig fennálló fagyveszélyes időszak a legfőbb okai.